mindenkit bent lesz, csináljál olyat, hogy a tömeget fölvenni mindkét oldalról, mielőtt elkezdik. Mielőtt elkezdenénk, szeretném megköszönni egyrészt azoknak, akik bizalmat szavaztak nekünk már előre azzal, hogy aláírásokkal támogatták, hogy a listánk elindulhasson a választásokon. Szeretném megköszönni a listán szereplőknek, akik vállalták azt, hogy elégedetlenségüknek hangot adnak és elindulnak a választásokon. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítettek a kampányon és aktívan részt vettek, akik a szórólapokat osztották, akik az embereket gyűjtöttek, illetve azokat, akik majd a netünkben, a helyszínen, a szavazásszerű bizottságokban ott lesznek, és ígérnek arra, hogy minden a törvények betartásával és tisztán történjen a szavazás során. Kezdetnek szeretném bemutatni a gazdaságfejlesztési és általános fejlesztési stratégiánkat, ami új lap, új lehetőségek mellett kapta. Alapvető probléma a községben, hogy a különböző fejlesztési stratégiák és pontok nincsenek összehangolva, nincsenek összefésülve egymással, innentől kezdve komoly eredményt tudunk velük elérni. 6 központi pontot állapítottunk meg, 6 központi olyan súlypontot, amire felépítettük a fejlesztési stratégiánkat. Az első ilyen pont a gazdaság és a mezőgazdasági program, a második pont a turisztika fejlesztése, a harmadik a kulturális és az oktatási programok, negyedik a közigazgatási programok, ötödik a szociális programok, illetve végül, de nem utolsó sorban egy általános infrastruktúrális fejlesztési program. Alapvető kérdés a gazdaság és mezőgazdaság támogatásánál, hogy szintén ezek a támogatási formák nincsenek összehangolva egymással, illetve forráshiánnyal küzdünk egyedül azért, mert nincsenek meg a megfelelő eszközök arra, hogy ezeket a programokat fejlesztjük és támogassuk. Első, a fiatalokat kell támogatni, az a célunk, hogy itt maradjanak a községben. Én és személy szerint körülbelül egy kezemben meg tudom számolni, hogy mennyi az az általános iskolás ismerősöm és barátom, akik még itt maradtak. Egyedül azért, mert nincsenek munkalehetőségek. Nem tudják kihasználni azokat a lehetőségeket, amiket bírnak, nem tudják használni a tudásukat. Minden egyes ember, minden egyes fiatal, aki elmegy ebből a községből, az elveszett energia. Azokat a gyerekeket fölneveltük, azokat a gyerekeket kiiskoláztuk, és azokat a gyermeket elmennek innen. Máshol alapítanak családot. Ezt egyik sorban az adó és a járulékcsökkentéssel tudjuk elérni. Olyan támogatási rendszereket kell kialakítani, amiket az utóbbi években megszüntettek. Újra kell tőkésíteni, föntartható formában a gazdaságfejlesztési alapot.
át kell alakítani és meg kell tenni a szemétszállításnak a reformját, energiahatékonysági projektekbe kell belemenni, hiszen az önkormányzathoz csatolt intézmények, iskolák, óvodák, egyebek rettenetes energiaszámlákat használnak föl, nyugaton gyönyörű példák vannak arra, hogy hogy lehet ezeket az energiaszámlákat tizedére csökkenteni különböző hatékonysági projektekkel. Ezzel mind pénzt spórolunk meg, ez azt jelenti, hogy kisebb költségvetés is elég, ez azt jelenti, hogy adó és járulékokat tudunk csökkenteni. A cél az, hogy egy gazdálkodásbarát és egy olyan támogató légkört tudjunk létrehozni, ahol az emberek, a vállalkozók, a mezőgazdászok, az állattenyésztők tudjanak szabadon és nyugodtan dolgozni. Következő a turisztikai programok. Alapvető probléma, hogy céleszközöket kell félrelakni arra, és meg kell határozni, mi az, amire költeni szeretnénk, hiszen elsősorban a minőségre kell a hangsúlyt fektetni, nem pedig a mennyiségre. A mostani programok azok többször ütköznek egymással, így elvonják az erőforrásokat egymástól és nem támogatják. Központi és súlyrendezvényeket kell meghatározni, amelyek tényleg ide tudják csődíteni az embereket, és valóban turisztikai látványosságként tudjuk őket felmutatni. A falvaknak meg kell oldani a munkamegosztását, le kell osztani a turisztikai szerepeket, tartalmakat fel kell tölteni, illetve ügyelni kell arra, hogy megvannak nekünk már most is a turisztikai tartalmaink, csak nem tartjuk őket karban, nem renováljuk őket, nem reklámoztatjuk őket, vagy egyáltalán nem használjuk ki őket. Ilyen például a Tiszaparti sétány, ilyen például, hogy a Kanizsáról beszélünk, a Tiszavirágösvény. A Tiszavirágösvényről nem lehet látni Tiszát. Nincsenek parkolóhelyek kialakítva, olyan projektekbe megyünk bele, amelyeket azután nem tartunk karban, nem gondoltunk át. Következő a kultúra és az oktatásnak a fejlesztése. A KNESZ-t át kell alakítani, mint egy központi és koordinátor szerepkörrel meghatározott intézmény. Meg kell teremteni a magánszférának és az oktatási intézményeknek, illetve a közszférának és az oktatási intézményeknek a munkakapcsolatát. Lehetőséget kell biztosítanunk azoknak a diákoknak, akik az iskolákban tanulnak, hogy szakmai tapasztalatot szerezzenek vagy egy közintézményben, vagy a magánszférában. Meg kell teremteni a célzott fejlesztését a különböző oktatási intézményeinknek, illetve vissza kell adni azt az oktatói és azt a pénzügyi autonómiát az intézeteinknek, a tanárainknak, a pedagógusainknak, az óvodában dolgozóknak, amiket az utóbbi években elvettek tőlük. Az a tanár, aki biztos a munkahelyében és boldog a munkahelyén, az jobban is fog dolgozni. Alapvető kérdés a közigazgatásnak az átalakítása. Meg kell, hogy történjen annak a racionalizációja, meg kell, hogy történjen a pénzügyi konszolidáció, mivel most senkinek lövése sincs arra gyakorlatilag, milyen eszközök, mikor, milyen formában és hogyan folynak a községben. Innentől kezdve kerülnek elő olyan problémák, hogy a község meghatározza a programot, és azt nem tudja végrehajtani, mivel azok az eszközök, amiket félrerakott ezekre a programokra, nem folytak be. Innentől kezdve meg kell nézni, pontosan 5 évvel visszamenőleg, mikor, milyen eszközöket kap a község, és azokat hogyan lehet felhasználni. Hogyan kell átcsoportosítani őket, hogy mindenre, amire kell, jusson pénz. A községi vállalatoknak és a közvállalatoknak rendezni kell a szerepét, rendezni kell a hatékonyságát, és rendezni kell a pénzügyeit. Teljesen abszurd az a helyzet, hogy ezek a közvállalatok össze vannak fonulva, és adott esetben az egyik közvállalat mondja meg a másiknak, hogy mit kell, hogy csináljon. Le kell osztani a szerepeket, le kell osztani a feladatokat, transzparenssé, átláthatóvá kell tenni a rendszert, hogy bármikor be lehessen menni, bárkinek bele lehessen nézni adott esetben a zsebében, és meg lehessen nézni, mi is van abban a zsebben, és honnan kapta azokat az eszközöket. Rendezni kell a lakossági kapcsolatokat, cél az, hogy a lakosok bármikor bejöhessenek a városházára, bármikor bejöhessenek a helyi közösségekbe, és ott valóban egy támogató légkör fogadja őket, valóban olyan emberek legyenek, és olyan emberek ügyenek ott, akik meg is oldják a lakosoknak a problémáit. Alázattal kell hozzáállni a feladatokhoz, egy olyan közigazgatást kell kialakítani, és egy olyan közvállalatokat kell kialakítani, amely fogyasztóbarátok. Ezeknek a közvállalatoknak meg kell találni az informális és formális együttműködésének a kapcsolatait. Nincs kommunikáció a közvállalatok között adott esetben, buknak a projektek, egymást hátráltatják. Szociális program, nagyon jól tudjuk, hogy a nyugdíjasoknak kritikus a helyzete, a fiataloknak kritikus a helyzete, egyik oldalon meg kell találni, hogy a nyugdíjasokat hogyan lehet támogatni, ezt megoldhatjuk szociális programokkal, megoldhatjuk különböző nem pénzbeli támogatásokkal, megoldhatjuk kedvezményekkel, a fiataloknak meg kell teremteni a munkahelyét, tehát amikor visszatekintünk a gazdasági programra, olyan munkahelyeket kell teremteni, amik elsősorban itt tartják a fiatalokat, és normális fizetés biztosítanak meg. Ki kell alakítani egy nagy testvérprogramot, ki
ki kell alakítani a községi és közösségi kerteknek a programját, hogy támogassuk az elesetteket, ki kell alakítani és újra kell építeni a népkonyháknak a rendszerét. Az a cél, hogy azokat az embereket, akik elesettek, fölkaroljuk és a saját lábára állítsuk. Az a cél, hogy ezek az emberek visszakapják emberi méltóságukat, és normálisan emeltfővel tudjanak újra kimenni az utcára. Utolsó az infrastruktúrális program, meg kell oldani az utak, utcák járdának a karbantartását, az utcaképeket kell rendezni, Kanizsa rendezetlen. Amikor itt volt a mediterrán birkózó bajnokság, a nagy parkban nem volt levágva a fű. A kis parkban nem volt levágva a fű. Nem voltak gasztalanítva a virágjártások. 15 országból érkeztek ide hozzánk versenyzők, és azt látták, hogy rendezetlen, szemételteli a nagy park. Nem voltak például lepermetezve a szúnyogok. Onnantól kezdve, és szintén ezek a sportolók nem tudtak kint edzeni, mert 5 perc után be kellett, hogy menjenek, egyszerűen azért, mert nem tudtak mit csinálni a szúnyogokkal. Később megint nem lettek lepermetezve a szúnyogok, mivel jött a tiszavirágzás. Később megint nem lettek lepermetezve a szúnyogok, mivel alapvetően még akkor már időjárás nem volt jó, szél egyebek. Ezeket a dolgokat rendezni és rendszerezni kell. Kanizsai elkerülő kérdését meg kell oldani minél előbb, az intézményeknek meg kell oldani a célzott fejlesztését, ebbe beletartozik az energiahatékonyság, beletartoznak a megújuló energiaforrások, illetve a belvíz, a kanálisok és a járdák, azok a problémák, főleg falvakba, kispiacon, Adorjánban, Martonoson, amik problémák okoznak, is rendezni kell. Köszönöm szépen a lehetőséget, most pedig fölkérném Tandori Zoltánt, az Ukrok Községi Összefogás Tandori listának a listavezetőjét, illetve éppen polgármester jelöltjét, hogy tartson egy beszédét. Köszönöm szépen! Számban eljöttek, hogy meghallgassák a programunkat, és köszöntök mindenkit a tévék és a monitorok képernyője előtt is, akik majd esetleg utólag meg fogják nézni ezt a lakossági fórumot. Nagyon hosszú utat jártunk be idáig. Az Ukrok polgárok csoportja 4 évvel ezelőtt már elindult önkormányzati választásokon, és 3 képviselő bejutott községi képviselőtestületbe. Sajnos nem ellenzékként, hanem ellenségként kezelték őket, és kizárták őket teljesen minden döntéshozatalból. A 4 év alatt rengeteget tanultunk, és átláttuk az önkormányzat működését. Úgy gondoljuk, most elérkezett az az idő, 4 év elteltével, amikor változtatnunk kell a községünk és a lakosság sorsát. A listán neve Ukrok Községi Összefogás Tandori lista. Ez a lista úgy jött létre, hogy a község területén összefogtuk azokat a polgári csoportokat, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint mi, akik szívükön viselik a községünk sorsát, és úgy gondoljuk együtt, közös erővel képesek vagyunk arra, szedvé varázsoljuk községünket, és elindulhassunk a fejlődés útján. Azt tudják, hogy az önkormányzati választásokon indulunk. Az önkormányzat az önök pénzével gazdálkodik. Az önkormányzatnak van költségvetése. Ez a költségvetés az elmúlt évben 860 millió dinár volt. Az idei évre több mint 1 milliárd dinárra van tervezve. Ez a költségvetés, hogyha szétosztjuk 365 napra, körülbelül úgy néz ki, hogy az önkormányzat naponta 3 millió dinárt költ el, azaz 25 ezer eurót. Ugye ez soknak tűnik, mégis mi úgy gondoljuk és úgy érezzük polgárok, hogy ebből a pénzből nem igazán jut a polgárok számára. Másik oldalon viszont az önkormányzatnak a gondolkodás alapján nem is olyan sok pénz az a 25 ezer euró, hogyha figyelembe veszük azt, hogy 19,5 millió dinárt szánnak a Tiszaparti medence kifestésére, vagy figyelembe veszük azt,
hogy itt a Városház előtti kis parkban 20 ezer eurót költöttek két szobor elhelyezésére, majd figyelembe veszük azt, hogy a Lukai benzinkútnál 3 millió dinárért szereltek fel tévfigyelő kamerát, őnekik ez a pénz nem sok. Viszont mi, a község polgárai, önökkel együtt, akik nagyon keményen megdolgozunk a mindennapi betevő falatunkért, és tudjuk, mi az a becsület, a becsületes munka, meg tudjuk becsülni a pénzt, amit keresünk, minden dinárért meg kell dolgoznunk, és a környöket koptatjuk érte. Igenis, úgy gondoljuk, hogy ilyen tépozló költségvetést nem szabad megengedni a községünkben. Még egy kérdést szeretnék felvetni, amivel szoktak minket támadni. Polgári csoportok vagy a pártok tudják jobban vezetni a községet. Úgy gondoljuk, a pártok nem azért harcolnak egy községért, mert annyira szeretik önöket. És nem azért harcolnak egy községért, hogy zsákszámra tolják ide a pénzt. A pártoknak az a célja, hogy elvigyék a mi közösen előteremtett javainkat, a saját munkahelyeiket és a foteljeiket megőrizzék, és a pártkasszákat duzzasszák. Úgy gondoljuk, egy polgári csoport sokkal jobban tudja vezetni a községet, és elérkezett az az idő, amikor képesek vagyunk átvenni az irányítást, és irányítani a saját jövőnket, sorsunkat. Polgári csoportok, polgáriak. Egy emberbarát önkormányzatot szeretnénk, ahol az ember van a központban, ahol minden ember egyforma, és minden ember számít. A polgárok vannak az önkormányzatért, vagy az önkormányzat van a polgárokért. Úgy gondoljuk, hogy ez az utóbbi. És mindent meg kell tennünk azért, hogy kilábaljunk a válságból, és el tudjunk indulni a fejlődés útján. Mi az, hogy polgári vagy emberbarát önkormányzat? Most erre is mondanék egy példát. Az említett szobrok a Városház előtti kis parkban 20 ezer euróba kerültek. Ezt a település rendezési közvállalatunk finanszírozta, az önkormányzat pénzelte. Úgy gondoljuk, hogy ezekre a szobrokra nem igazán lett volna szükség. Sokkal hasznosabban el tudtuk volna ezt a pénzt költeni. Ráadásul úgy, hogy ezeknek a szobroknak a valódi értéke 5000 euró, jól hallották 5000, de nekünk község polgárainak 20000 euróba került. A 20000 euróból sokkal hasznosabb lett volna, hogyha kezdünk valamit a népkertünkkel, vagy a vigadókkal, ha megpróbáljuk egy kicsit rendbe tenni, és visszaadni a régi pompáját, ami mára-már sajnos szégyenünk kívánt. Nem azt mondom, hogy ez a 20 ezer euró mindenre elég lett volna, de viszont nagyon sok mindent meg tudtunk volna belőle valósítani. És számos probléma van, egy emberbarát önkormányzat úgy gondolkodik, hogy a községet és a polgárokat szolgálja. Szintén van egy probléma a gyermekeink utaztatása, ezt is mindenki tudja. Az évek folyamán számos probléma volt ebből, és az önkormányzat mégsem tesz semmit. Mit tesz valójában? Buszokkal támogat egy vállalkozást, felépítettünk egy vízi buszállomást árterületen, amely szintén egy vállalkozásnak a kezére fog jutni. Ezen felül évi 30 millió dinárral támogatjuk a szállítatást, a gyermekek szállítatását, amelyen állítólag
a szülőknek kedvezünk, hogy 50%-kal olcsóbban kapják a hónapos jegyet. Ezzel szemben valójában a szülők majdnem dupla akkora hónapos jegyet fizetnek, mint ugyanazon a kilométeren másik szállítható vállalatnál veszik ezt a szülők. Egy emberbarát önkormányzatnak úgy kell gondolkodnia, és azt hiszem nem sokat tévedek, hogyha már veszünk buszokat, ha már építünk egy buszállomást, akkor csináljunk egy közvállalatot. Szubotica-Kán-Szabadkán egy közvállalat, ugye önkormányzat alapította. Na most vagy alapítunk egy közvállalatot erre a célra, vagy esetleg már létezik az önkormányzat hatáskörében a Dispatcher Kft., amely az önkormányzat dolgozóinak a szállítását hivatott elvégezni. Ha ezen a Dispatcher Kft.-n keresztül felfejlesztjük, és az önkormányzat a saját polgárainak vásárol buszokat, akkor nagy valószínűséggel, ahol az évi 30 millió dinárból a szülők és a gyermekek ingyen utazhatnának iskolába egész évben. Tehát ez jelenti, hogy emberbarát önkormányzat, a polgárainkat kell, hogy képviseljük, nem pedig pár közeli cégeket és a saját érdekeinket. Egy másik vád, amely ért már minket, az Ugrok Községi Összefogás Tandemlista. Vajon tud-e megfelelő számú és minőségű szakkádert állítani, szakembert a községnek az dinamitására? Úgy gondoljuk, hogy tudunk. És miért? A válasz egyszerű. Azért, mert sem jelenleg, sem a múltban nem szakkáderek látták el ezeket a funkciókat, hanem ismerősök, a súgorkoma jó barátok, a párthaverok, akiknek munkahelyet kellett biztosítani, és nem végzik megfelelően a dolgokat. Mi úgy gondolkozunk, mint polgárbarát kormányzat, hogy az egész község területéről keressük meg a legjobb szakembereket. Kiírjuk a pályázatot, és bárki jelentkezhet a munkahelyekre. Nem fogjuk megkérdezni, hogy melyik párthoz tartozik, hogy van-e pártfejvecskéje, sem a nemzeti hovatartozását, illetve a vallási hovatartozását egyáltalán nem számít. Azt szeretnénk, hogyha ez a párt cihakodás és az emberek egymás szemben fordítása megszűnne a községünkben, hiszen mi mindannyian egy közös célért harcolunk, mindannyian Magyar Közösség község polgárai vagyunk, és azt hiszem, hogy mindenki egyforma ember, és mindenki egyformán kell, hogy számítson. Programjaink része rezsicsökkentés és adócsökkentés. Azzal is megvádoltak minket, hogy nem lehet rezsit csökkenteni, adót csökkenteni, ráadásul még fejleszteni is, hogy erre nem lesz megfelelő keret az önkormányzatban. Természetesen az eddigi tékozó pénzfelhasználás mellett ez lehetetlen dolog. A mi elképzeléseink alapján ez megvalósítható. Nézzük egy példát. Mindenki tudja, nem régiben a gázszolgáltatónk szoga csődbe ment. Azt is tudja mindenki, hogy a Szlüvjegáz átvette a gázszolgáltatást, és azonnal 10 dinárral olcsóbb lett a gáz köbméterének az ára. Az egyik oldalon azt jelenti, hogy lehet rezsicsökkenteni. És ugyanígy vannak az önkormányzat hatáskörében olyan területek, amelyeken lehet csökkenteni. Csak ehhez a vállalatokat, közvállalatokat racionalizálni kell, hogy a megfelelő számú ember megfelelő munkaminőségben dolgozzon, észszerűsíteni, és a problémákat
biztosan, hogy meg tudjuk oldani. Az adócsökkentés. Az adócsökkentés a törvény által szabályozva van. Az önkormányzatunk állandóan a maximális adóterheket rója ki önökre, a község polgáraira. Más községekben, Szerbia más városaiban sokkal kisebb adóterheket fizetnek a polgárok, de olyan községek is vannak, ahol például egyáltalán nem fizetnek vagyonadót. Úgy gondoljuk, hogy nem szabad ennyire leterhelni a polgárainkat, ugyanis községünk annyira lezüllesztették, hogy már nem tudjuk elviselni a nagy terheket. A mi programjainknak az a célja, hogy a község összes polgárán segíteni tudjunk. A magyarországi támogatások pénze nem fogják beváltani a várt ígéreteket, nem fognak új munkahelyeket teremteni, nem fognak gazdaságot növelni, csak néhány ember tud támogatáshoz jutni az egész községben, az első pályázati körből is, vagy maximum 10-11 ember, aki nyerni fog, és ez egyáltalán nem jelentős összeg, hogy 10-valahány millió dinár bejut a községünkbe. Önkormányzatunk egész évben ettől sokkal többet elkölt reprezentációs hotel, étel, ital költségekre. A község költségvetése, hogyha 4 évre kiszámoljuk, ugye tavaly 800 millió dinár valósult meg, ha csak ezt veszik alapul, akkor a 4 év alatt 3 milliárd 200 millió dinár jelent. Ha ezt a pénzt, az önök pénzét hatékonyan használjuk fel, akkor abból a község összes polgára részesülni fog, és azt szeretnénk, hogy az önök pénzét amennyire csak lehet maximálisan visszaforgassuk a községünkbe. És akkor mindent el tudunk érni, amit a programjainkban kitűztünk célul. Tudunk gazdaságot fejleszteni, tudunk munkahelyeket létesíteni, tudunk rezsiadót is csökkenteni, tudjuk támogatni az időseket, a nyugdíjasokat, és a fiatalokat is tudjuk foglalkoztatni, hogy ne kelljen nekik külföldre távozniuk. Megpróbáljuk itt tartani őket, és erre van is mód. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi módszerekkel egy elavult, pártorientált, fentről diktált parancsokat teljesítő önkormányzatban nem lehet ezeket a célokat elérni. Elérkezett az idő arra, hogy az önök támogatásával végre a sarkunkra álljunk, és nagyon bízunk abban, hogy április 24-én az önök bizalmával többséget tudunk szerezni az önkormányzati választásokon. Nem kis cél és nem kis feladat, amit kitűztünk magunk elé. De mégis muszáj így gondolkodnunk, hogy a polgárok többségének a bizalmára szükség van. Mert ellenzékből továbbra sem tudunk cselekedni. Minél kevesebb szavazatot kapunk, és minél inkább koalíciókra kényszerülünk, annál inkább veszélybe kerülnek azok a programok, amikért harcolunk. És bízunk abban, hogy valóban elérkezett az az idő, és eljött a változások ideje, amikor a polgárok megértik azt, hogy ez egy nagyon fontos és szükséges dolog, hogy átvegyük az irányítást a községünk felett.
Én csak annyit, nem szeretném túl hosszúra húzni a szót. Mindenki tudja, mindenfelé munkálatok vannak, útjavítások, útépítések, ígéretek, turizmusfejlesztésre, gazdaságfejlesztésre. Erre csak azt mondjuk, hol voltak idáig, hol voltak az elmúlt 4 évben, hol voltak az elmúlt 8 évben, miért nem fejlesztették eddig a gazdaságot, miért nem fejlesztették eddig a turizmust, ha eddig nem tették, akkor most már ne tegyék, adják át a helyiket olyanoknak, akik fiatalos, kreatív ötletekkel ki tudják vezetni a községüket a válságból. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Tandori Zoltánnak, az Ukrok Községi Összefogás Tandori Istennek a listavezetőjének és polgármester jelöltjének. Egy jó községnek és egy jó község listának szükségük van minden olyan emberre, aki a községben is van. Szükség van idősekre, mert őnekik van tapasztalatuk. Szükség van a fiatalokra, mert nekik van energiájuk. Szükségük van a mezőgazdászokra, a vállalkozókra, az átlag emberekre. Megkérném szépen Körgözi Károlyt, hogy tartsa meg kampányzáró beszédét. Jó esőt kívánok! Pár nap múlva választások lesznek. Számot kell venni valakiknek arról, hogy mi történt és mit csináltak az elmúlt 4 évben. Mindig annak kell számot vetni, aki a hatalmon van, mert ő kezében van a varázsvesző, és azon keresztül kell irányítani egy községét. Ha megnézzük, és tudjuk azt, hogy ez a 4 évben majdhogy nem semmi nem történt, nagyon gyorsan föl is lehet sorolni. Egyik példa, ami bizonyítsa, hogy a költségvetésnek általában 25-30%-a nem valósul meg évente, ezt már itt hallottuk is, a mostani költségvetésnek a 800 millió és az 1 milliárd 100 millió közötti különbsége nincs. Nem valósult meg, nem kötötték semmire, mert nem valósult. Ez az ilyenfajta beruházás, az, vagyis az ilyenfajta pénzszerzés, ez nem egy megoldás. Voltak viszont jó üzleteik nekik, idézőjelben mondva, az egyik a Kataszter, vagyis a Katexnak, az mostani Budutnosznak az épülete, amit valamikor a hadsereg kifizetett, majd a hadsereg után a községre szállták, mert tudjuk, hogy a határmenti zónában nem lehetettek hadseregek, tehát el kell, hogy valójának, és ezt eladták, úgy tudom, 713 ezer euróig. De az nem mindjárt történt az adásvétel és a vevés között, hanem hosszú ideig karba kellett tartani, meg kellett őrzeni, takarítani kellett, kanalizációt elvezetni, mindent meg kellett csinálni. Ez azt jelentett, hogy amikor el lett adva, akkor több mint 100 millió dináros mínusszal zárták. Amire a polgármester úr, a Nyilas Habazdék azt mondta, hogy bán pedig ez egy jó üzlet volt. Hát ha egy jó üzlet volt, akkor nem tudom, milyenek a több üzletek, hogyha elveszítsük az összeget a bizonyos százalékot. Hallgattam a VMS-nek a programját, ami a községre vonatkozik, és hát az egyik, ami érdekes, ugye azt mondja, hogy szeretnénk megőrizni az egészséget. Igen, de 50 millió dinár mínuszuk van. Arról nem beszélnek, hogy az egészség, ez a mámban, nem hiszem, hogy 50, inkább 55, és gyorsan halad a 60 millióhoz. Ezt kinek kell kifizetni, majd a néppel kell lenyelni, hogy hogy sikerül, ezt nem tudni, de ilyen dolgokat hagytak. Azt mondják, hogy folytatják az eddigi tevékenységet, mármint hogy a fejlődést. Hát mi volt fejlesztve? Van egy buszállomás, én nem is nem tudnám fősorni hirtelen, hogy mi volt még ebben az elmúlt időszakban. Tehát ennyi, tehát a számadás gyors. És hát ami a gazdaságot illeti, azt mondták, hogy továbbra is fogják fejleszteni a mezőgazdaságot, a turizmust és a kisipar. A turizmusnál csak egy mondat álljunk meg, megszüntették a turisztikai szervezetet. Hát akkor hogy lehet majd turizmust fejleszteni, ha már magába bezárom azt a lehetőséget, hogy nem fejleszteni tovább. Vagyis hát meg is kell akkor ezek szerint ugye szüntetni. Igaz, hogy ezt így könnyű mondani, kritizálom. Mi az, amit mind kínálunk? Itt van a program. Az egyik az, az első egyik lépésünk lesz, hogy valóban reálisan megnézni,
hogy a költségvetés reális nagysága megvan. Ne legyen 1,1 milliárd, de ne is legyen 800. Közte kell valahogy megjelni. Megnézz azokat a kiadásokat, amelyek az önkormányzat és a költségvetésen keresztül továbbra is a költségvetésnek kell kipénzelni. Nem kis pénzekről van szó. Megnézni azt is, hogy a volt mondjuk 8 évvel ezelőtt 75 dolgozója volt itt ennek az épületnek. Most 2-40 körül mondják. Hát kérem szépen, bruttóbasak számoljuk egy minimális fizetést havonta, azt tudjuk, hogy mi. De ez mind ilyen, amelyik már ráhangzott, sokoldom a jó barát, szakemberek még hiánya, stb. Tudjuk ezeket, önök is már több alkalommal ezt észre is vették. A másik lépés, ami szintén a költségvetést érinti, az, hogy megnézze ezeket a beruházásokat, amiket mondjuk választásokról, vagy valamilyen kampány alkalmával újból felújítan, és a tévén keresztül nyomják a dolgot. Mi van a wellness programmal? Tudjuk azt, hogy akartak ilyet a meglévő épületek mellé hozzátenni egy ilyesmit. De azt is tudjuk, hogy alapkövetétel történt a strandra vezető úton, nagyon emlékeznek biztosra, kiletették az alapkövet, fényképezkedik, stb. Mert most a wellness beindult, a turizmus igen, nem kell jönni óra alatt, sehova nem kell menni, minden lesz, de már délután az alapkövet is visszahozták. Most is vele, meg kell nézni, ki van téglát, az alapkékban valahol a városházban, valahol eljutták, vagy nem tudom, nem végül. Hát ha ilyen a beruházás, vagy nem beszélünk arról, hogy a horgosi ipari zónában nem is egyszer láttuk abban az időben a pásztort, láttuk a kernet, láttuk a nyilast, meg nem tudom, és egy nagy rakás sóder ott, ott meg egy húdos és szaladgált lefő, mikor vége volt a tév elment, hazament mindenki, most is ott áll az a rakás sút, vagy nem tudom mi a. Tehát ezek azok a beruházások, amiket meg kell nézni, hogy kell, nem kell, még egy beruházás. Mi van Amerikában? Nem azt lehet mondani, hogy itt lesz áruház. Most már rájöttünk arra, hogy nem kell, mert ez is sokan lépnek, még pénze nincs. Amerikától az okosabb volt azt, hogy szevasztok. De 10 millió dinár beleöltünk abba, hogy az alapokat megcsinálja. Az alapokra gondolom, ilyen kanalizációtól kezdve mindent, ott már meg kell nézni, ki van festve, parkolót csináltunk bele. Nem gond, parkoló az lehet, hogy jó jön, de akkor mi van a beruházáson? Tehát ezeket a dolgokat kell megnézni, és mindjárt akkor egy kicsit másképp alakul ki a dolog. Vannak olyan költségek, amelyeket a polgárokat terhelik, amiket szerintem nincs logika, hogy bemegy. Egy példát mondjam, kéményseprűdi, nem csak 250 dinár, mindenki, ha van kémény, ha nem 6000, ha nem 10000, ezt minden polgártól leszedik. Hát leszedjék már ezt a pénzt, ami nem is dolgoztak meg érte. Tehát van elég sok, amit tudom, hogy nem egyszerű, tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy a gazdaságnak ilyen rossz helyzete van. De én most is azt mondom, hogy abban az esetben, hogyha mi tudunk, és van ennek az országnak 5 dinárja, két parát hozzunk Marisára. Ez lenne a mi feladatunk, és akkor mindjárt könnyebb van. Elkezd mindjárt csak hozzáteszek egy, ezek önök is ismerik ezt a dolgot. 8 éve ezelőtt időszakot mondtam. Kis piac, kis homok, új út. Vietnámi út, a kis homok, kis piac között új út. A Margonasi Eberfás út új út. A bekötő, az a besorakozás új. Az Adorjányi felső út az állomástól az is új. Hogy az Ivonék belegét, ami abszolút nem kerül pénzt, ezt a köztársaság pénzt ölte ki, 370 millió dinárba, és megcsinálták ezt az utat. Hát ön is a rújjel, ezek akkor azon kívül voltak, hogy ott van az Oromhegyesi Kultúrház, akkor épít. Ott van a Tótvalósi iskolának az első fázisa, akkor épít. A Knesszának egy jó része, az új épülettel és a belső részeknek egy része a fázisokba ment, az is akkor épít. Akkor nekünk 40 millió dinár rendadott. Máma tudják mennyi 200, tehát egy nap 400 volt, mert most vették le. Míg azt mondtuk, hogy a beruházásokat nem szabad, a rentának a terhére. Nekünk is úgy kell élni, a többi község, még a szegényesen, hiszen akkor fejlesztésre kell adni, és a fejlesztésből vannak munkaviszonyban kezdő emberek, akik adót fizetnek, és a körforgás jó irányba elmegy. Sokáig lehetne sorolni, de nem akarom, mivel tudom, hogy még van egy árember, akinek van itt a véleménye. Én csak arra kérem önöket, hogy az elszámoláskor, amikor vasárnap mennek, arra gondoljanak, hogy a jövő nem ez, ami
ebben a községben most van, a jövő, az ugrok, a háromas, és remélem, hogy és szeretnénk, hogyha Mihály szavazzának. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, Körbös Károlynak a felszólalását. Ugye szó volt itt a Korkosi Ipari Parkról, rögtön itt mellettem egy páran elkezdtek gonoszkodni, hogy mintha az egyik videómban én ott alapokat építettem volna 2-3 évvel ezelőtt, mert öröm látni, hogy azóta hova jutott el évek alatt a Korkosi Ipari Park, mennyien befektető mindenki, hogy dögörög az ajtón, hogy Kanizsára kell jönni. Beszéltem ugye arról, hogy folyamatos az idősebbeknek a tapasztalata. Arról is beszéltem, hogy fontos a fiataloknak az energiája, a fiataloknak az innovatív hozzáállása. Megkérem szépen Búza Attilát, hogy tartsa meg kampányzárnak beszédét. Jó estét kívánok! Búza Attila vagyok, 22 éves egyetemi hallgató. Idén csatlakoztam az ugrok községi összefogás tanári listához. Életem során sosem éltem meg a problémáktól, igyekeztem megoldásokat találni arra, és szerettem is megoldani ezeket. Talán ez is volt a legfőbb indok, hogy az ugrokot választottam, ugyanis hiszem azt, hogy ők, vagyis mi vagyunk az egyetlen lista, aki tényleg megoldást keres a problémákra. Községünk 8 éve, mondhatom, hogy egy folyamatos süllyedésben van. Ezt látják maguk is, idősebbek, látjuk mi fiatalabbak is, és tisztában is vagyunk ezzel, csak lehet, hogy lassan beletörődünk ebbe, és félünk, vagy nem hiszünk a változásban. De ez nem így van, változtatni mindig lehet, és sohasem késő. Engem, mint a legfiatalabb képviselőt, a fiatalok kivándorlása, vagy talán mondhatom úgy, hogy menekülése foglalkoztak. A barátaim, ismerőseim folyamatosan mennek, menekülnek külföldre. Teljesen mindegy, hogy takarítani, vagy mosogatni, csak csináljon valamit, pénzt keressen. Itt nálunk teljesen mindegy, hogy milyen szakközépiskolát végeztél, vagy akár egyetemet, a lényeg, hogyha ismered az adott vezetőpártnak a valakiét, vagy hogyha képviseled azt, akkor tárgykarokkal várnak, és munkát kapsz. Hát, talán 10 éve lehetett, amikor még nagyon kicsi voltam, kimentem a Tisza partra, és ott boldog fiatalokat láttam. Tömve volt a Tisza part, jól érezték magukat, élvezték az életet. Mondtam, hogy alig vártam, hogy eljöjjön az én időm, hogy 20-22 éves legyek, és én is ott legyek. Én legyek az, aki lent élvezi az életét. Eltelt a 10 év, és itt vagyok, változtatni akarok, ugyanis, hogyha lenézek a Tisza partunkra, kopár nyaralókat látok, amik alig hogy állnak, fiatalok sehol, mindenki eltűnt. Nagyjából úgy vélem ezt olyan, mint mikor már csak egy újra kapaszkodsz a szakadék szélén, és hiszel abban, hogy van megoldás, hogy ezt még vissza lehet fordítani, ezt a menekülést, és úgy érzem, hogy ez egyetlen megoldás erre az útra. Én szeretem ezt a várost, nagyon szeretem. 22 éve itt élek, itt építettem fel az eddigi életemet, és én nem szeretnék innen elmenni, én szeretnék itt maradni, és szeretnék itt élni. Nekem ennyi lenne röviden és tömören. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Húza Attilának! Most pedig megkérnék egy hasonlóan nagy tapasztalattal rendelkező személyt, Vacsony István, hogy tartsa meg kampányzáró beszédét. Jó estét kívánok magyaroknak, szerveknek, románoknak, cigányoknak, és minden más lista tagjának is, mert úgy nézem, hogy itt a listának a képviselő is jelen vannak. Senkit nem akarok meggyőzni, arról, amiről most beszélek. Kérdésem van, hogy tudják, hogy a hármas mit jelentettem. Tessék! Jó
Nem tudjuk. Nem tudják? Akkor miért jöttek ide? Majd megtudjuk. Így van, megtudjuk, pontosan. Ez azt jelenti, hogy Ugrok községi összefogás mondani 24-én az ilyen világos, barack színű listán, papíron lévő hármas kell bekarikázni. Érthető? Mit jelent ez a hármas? Mit jelent ez a hármas? Melyik listán? Nem az Ugrok listán. A világos, barack színű papíron a hármas szám, ami mögött az Ugrok községi összefogás tandali szerepel. Érthető? Köszönöm szépen. Tudják, hogy mit jelent a hármas szám? Tessék? Mondja. Szabadság. Nagyon jó. Tessék tovább. Mit jelent a hármas szám? Három a magyar igazság. Most még ő súgni másnak. Így van. Három a magyar igazság. Akkor, mikor 24-én vasárnap önök mindannyian bemennek az úgynevezett kis fiasztatóba, ott nem látja senki is, hogy mit csinálnak. Mit fognak csinálni? Vesznek egy tollat, ahogy én most eljöttem innen Francsiktól, és mit csinálok? Végigolvasom az összes listát. 4-5 papír lesz, forgosi adnak őt, a többieknek még Kanizsa községben. Megkeresem a községi listát, és megpróbálom a baracénünk megkeresni a hármas számot, ugye? De most, hogy mivel a hármas igazság van, ezért van egy olyan dolog is, hogy nekem van egy kezem, jobb kezem, bal kezem, szép kezem, teljesen mindegy, az egy, ugye? A másik, a lelkiismeretem, hogy mit karikázzak be, ugye? Az a második. És mi a harmadik igazság? Benne tudják-e? Az Atya Úristen is azt akarja, hogy a hármas karikázzam be a baracénű listán. Így van? Így van? Na hát akkor én akarom hallani, hogy mit karikázunk be? Hármas. És tudják, hogy miért jöttünk most ide? No, miért jöttünk ide? Mert itt 25-e után nem akarunk látni, micsodát? DMS-es haladó hatalmat. Így van. Miért jöttünk ide? Hogy meghallgassuk, hogy mit kell bekarikázni. A baracénű listán a hármas szám. Bocsánat, így. Hármas szám. Sokan itt mondtak sok mindent. Lelőttik a poénnyalmat, de nem tették róla. Ez volt valamikor 2011 végén, 2012 tavaszán, micsoda? A Wellness fürdő alapköve. Letették, leásták, és az egyik polgár véletlenül délután jött be a városházára, és mondták neki, hogy elnézést, de neked nem lett volna szabad ide most bejönni, mert éppen most húzzuk be. Ja tényleg, ezt most tettétek ottan ki. Még meg se száradt a beton fölötte, már főzették az egészet és behozták. Sokáig, 2-3 hónapig itt volt, 4 évvel ezelőtt az előtérben. Az alapkő. Ugyanilyen dolog van különböző beruházásokkal a község területén. Csak ott nem tették le az alapkövet, egyedül letették a Borgos Ipari Parkban. De tudják, hogy az miért nem valósul meg, amikor Dajs Tamás is 4,5 év ezelőtt itt volt, mint Európai Uniós képviselő, és nagyon kampányolt mellett, hogy itten igenis európai beruházások lesznek. Azért, mert Horgoson az ipari park ugyanolyan vizenyős területen épült volna, mint ahogy épül most Kanizsán a vízibusz megálló. Miért mondom a vízibusz megálló? Azért, mert az elmúlt 20 évben írva is mondva 6 alkalommal jött fel a víz, abban a vízszint magasságban, ahol most van a buszállomásnak az alja. Hogyha valaki el akar menni vízibusz állomásra, feltölti időben, akkor jó lesz, ha majd gumicsizmát is húz, mert lehet, hogy szükség lesz hozzá. Az elmúlt 8 évben Magyar Kanizsa község területén
Több befektető érkezett, például az egyik azt mondta, hogy Hordok területén, a Bunarasi területen szoláris parkot épít. Szoláris park mit jelent? Az, hogy napenergia alapján villamos energiát fogok termelni. Ott a, ez a testület is hozott határozatot, hogy kerítés milyen magas legyen, meg ne, hogy bemenjenek, meg kimenjenek, meg a fű fölött 20 centivel, hogy a gyíkok be tudjanak mászni, mert védett terület van, testületnek ezt el kellett fogadni, mert ez törvények voltak. Sajnos a mai napig nem láttunk senki sem, aki ezt a szoláris energiaparkot, napenergiaparkot fölépítette volna, de az irodája még mindig megvan, a Horgosi régi helyi iroda falán, ki van téve, a címszó, akit érdekel, elment és el is tudja olvasni, résztáblával ki van írva, Szeverne Szolárnak, szolári párt. Ugyanilyen beruházás épült volna, de nem napenergiával, hanem szélenergiával, Martonos és Oszorka határában 36-37 szélgenerátorral, ami forgatja a levegőt, ventilátorok mennek, és ugyanennek a testületnek, amilyen mi is ellenzéki tagjai voltunk, el kellett fogadni, hogy módosítások vannak a mennyiségben, meg kihelyezésben, mert 4-5 szélturbina irányában a tenevére gondolnak. Ez valósan, mert környezetvédők megállapították, ott vonulnak a denevérek, arra kell tenni, égyezik ki vele maximálisan, el is fogadjuk minden úton, hogy ezt hallottunk. De mai napig nem jár, nem emelték föl egyetlen egy szép turbinát sem. Majd reméljük, hogy egyszer valaki, ő ezt is meg fogja csinálni. Még mindig ott vagyunk az ipariban a Horgoson, miért nem épült fel? Azért, mert annyi víz van ottan, hogy az amerikai 6. flotta fogja kibérélni a legközelebb időben. Ide fogják beholni az Enterprise anyahajót, és a Tomcat-ek fognak leszállni. És azért nem jött még meg az amerikai 6. flotta, mert Magyarország és Szerbia között ott vonul a nagy távvezeték, és a Tomcat-eknek az útjában van, tehát az F-16-osok ezt nem tudnának leszállni. Nagyon sok ilyen dolog van a község területén, de hát próbálunk úgy dolgozni, hogy ez jó legyen, és hogy miért megakadjuk ezek a lukak, amik itt vannak. Kérnék egy telefonot, főhívjam a Jánost. Szépestét kívánok, János! Itt vannak lukak, ezeket be kellene a helyi közösségek számlájára most aszfaltozni gyorsan a választási kampányba. Lehetségesek? Nincs pénz, nem érdekel egyáltalán, tessék ezeket kiaszfaltozni mostan vasárnap, így értettem? De ki fogja kifizetni? Az Atya Úristen! Helyi közösségeknek a számláját rögtön tessék levetni. Értettem? Köszönöm. Nem? Nem lesz igazat a következő időszakban. Köszönöm. Nagyon látják biztosan mindenfelé a község területén, hogy mennek aszfaltoznak, útpatkát takarítanak, átukat csinálnak, és ezt mind a helyi közösségek számlájára teszik. És azt mondják, ezt mit megbeszéltük a helyi hatósággal, a polgármesterre, az önök érdekében, mi most képviselő jelöltek, ezt elintéztük. Helyi közösségeket, aki ismeri, december végéig meg kellett minden településnek hozni a saját kommunális beruházási tervét. Ezt a kommunális tervet el kellett juttatni a közvállalatba. A közvállalat átdolgozta, és a december utolsó ülésén, tavalyi év december utolsó ülésén ennek a testületnek el kellett fogadni. A testület elfogadta a költségvetést, lebontva a helyi közösségekre, hogy melyik település mennyi pénzzel rendelkezik, és mit fog beruházni 2016-os esztendőben. De januárban, februárban hoztak egy olyan határozatot a községi tanács részéről,
hogy minden helyi település beruházást a község fog végezni. Kinek a pénzéből? Kinek a pénzéből? A helyi települések pénzéből. Kinek a dicsőségére? Nem a miénkre, az ő dicsőségünkre. Ezt magyarul hogy mondják? Pénzt loptam. A falunak a pénzét, települések pénzét elloptam városba és a önkormányzat. Tessék bejönni nyugodtan, Robert! Nem kell fényképezkedni, nyugodtan be lehet jönni. Nem fogunk megedni senkit sem. VMS-esek kint vannak és fényképeznek, hogy ki van benne. Megcsináltak Orvoson is, ablakon köröztül, a veneciai rollókon köröztül fényképezik. A zararhallnak a régi igazgatója, a tulajdonos a kozatóbert. Tehát elveszik a települések pénzét, és erre még a VMS-es települési helyi közösség elnök is tiltakozott, hogy elnézést már, az a mi saját pénzünk. Engedjék meg a pénzeinkkel, mi gazdálkodjuk. Nem választási kampányban. Ezt a községi tulajdonot teljes mértékben választás alatt előtt nullára fogják leszaldozni. Nem marad semmi is a budzsétban. Az elég hallottam Körmösi Karcsitól, akit nagyon tisztelek, mert nekem kormányfő volt akkor, amikor ebben a székben 8 évet ültem. Úgy kerültem ebbe a székbe, 92. december 26-án voltak a szavazások, hogy akkor az akkori Jugoszláviának legfiatalabb polgármestere voltam, 31 éves koromban. Két mandátumban itt voltam, előtte nem voltam politikus, VMDK-nak voltam a tagja, majd amikor megalakult a civil mozgalomféle VMS, akinek semmilyen politikai múltja nem volt, 94-ben még 6 éven köröztül kormányoztuk ezt a községet. Semmilyen politikai tapasztalattal. Kérdem én önöket, hogy ebben a városházán dolgozók közül hányan vannak állatorvosok? Tudják-e? Tessék? Egy? Kettő? Három. Nincs öt? Nincs öt? Nem lesz öt. Nem lesz öt. Katkics? Sarnyai? Meg a Bimbo. Bimbai polgármester, ugye nem bánja. A Sarnyai úr egy igazgató szakiskolába nem bánja. De kérdezem én önöket, mekkora szakmai tapasztalattal bír egy könyvtár igazgató, milyen szakmai szükséges hozzá? Tudják-e, hogy valaki Magyar Kanizsa községben könyvtár igazgató legyen, milyen szakma szükséges hozzá? Állatorvosi diploma, így igaz, pontosan. Pontosan, állatorvosi diploma szükséges hozzá. Én úgy gondolom, és tudom biztosan, hogy a jelenlegi listának, aminek a tagja vagyok, és úgymond alapítója, mert van ott egy olyan, hogy a harmadik sormány válaszutat, 4 évvel ezelőtt 3 mandátummal rávágtunk mink is a VMS-re, hogy az a lista, amelyik ezen a milyen színű lapon lesz? Barát színű lapon, és milyen szám alatt lesz? 3-as alap lesz. Pontosan tud olyan is esetleg, nem esetleg, sokkal jobb szakembereket állítani minden posztra, mert a szakemberek nem ebből a 29 emberből tevődnek össze. Nem ebből a 29 emberből, akik ott vannak a nők nép, vagy itt vannak a kezemben, hanem azokból, akik itt vannak, és akik támogatnak bennünket. És akik baráti listákon is rajta vannak. Miért mondom baráti listákon? Azért, mert másokkal közösen koalícióban fogunk kormányozni, vezetni ezt a községet
nem 4 éven keresztül, hanem addig, míg ez a VMS-es, nem mondom tovább, el nem tűnik Kanuzsa Pasi vezetéséből. Köszönöm megtisztelő figyelmet! Köszönöm szépen Vaskolik Istvánnak, mint ahogy említette is, a szakmaiság mindenek felett megfelelő embereket a megfelelő pozícióba és a megfelelő helyre. Most pedig megkérem szépen Bata Vilmost, hogy tartsa meg a kampányzáró beszédét. Na itt van egy állapot! Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Nagyon kellemesen csalódok, hogy a terem megtelt, és ha ilyen komoly jön összejöttünk, hát magamról annyit, hogy kanizsai vagyok, itt születtem, és az elemiskolákat is fejeztem be, később az egyetem után visszajöttem Kanizsára, mehettem volna Magyarországra, külföldre, Amerikába vissza. Én úgy éreztem, hogy lokálpatrióta vagyok, és itt Kanizsán akarok dolgozni, a kanizsai embereknek segíteni. Soha nem volt olyan szándékom, hogy valakit becsapjak, úgy érzem, hogy ezt nem tettem soha. Az idő úgy hozta, hogy az előbb említett, épp a mellettem ülő mondja, hogy na jó jött a Vacskonynak a 3-6-osokkal kapcsolatos dolga. Hát én a 3-6-osokkal így dolgoztam, 2 évig jártam iskolába, gimnáziumba, és amikor ők bekerültek az önkormányzatba, én megmondom őszintén, hogy örültem neki, hogy a mezőgazdaság, állattenyésztés terén bizonyos előrelépések történni fognak, és nem hátrafelé hanyatlik, nem zuhanunk be a mélybe, hanem mind a legalább mind a többi község fönnmaradunk. Hát megmondom őszintén, hogy tévedtem, nem így történt. Mellesleg az Agrokanizsának alapító tagja is vagyok, és az Agrokanizsa tagokkal, akiket nagyon becsülök, talán 40 nem is vagyunk már, hát eldöntöttük, hogy induljunk a választásokon már több alkalommal, de valami miatt sosem sikerült. És most elszánt magunknak, hogy mindenféleképp bizonyos erőt feszítünk annak érdekében, hogy bele tudjunk szólni a mezőgazdaság, nem csak a mezőgazdaság, hanem a többi dolgokba is. Ebben a helyiségben hangzott el egy fél évvel ezelőtt egy előadótól, hogy jól érzem magam, mert jó emberek között vagyok. Hát én is úgy érzem, hogy jól érezzük magunkat, mert akik itt vannak, ezek egy becsületes, őszinte emberek. Amit hallottunk, nem akarjuk ismételni, tehát az elmúlt 8 évben olyan hanyatlás történt a községünkben, hogy ezt már tovább tűrni nem lehet. Elemiskolás koromban még úgy tanították a tanítónénik, hogy Kanizsa ez egy mezőváros. Utána lásd téglagyár, katex, vagy amik voltak, metál, meg egyebek, amik ugye sajnos megszűntek. Hát akkor azt mondták, hogy ipari városok vagyunk, de ezek ugye megszűntek, hát most sajnos megint azt kell mondani, hogy mezővárosok lettünk. Az, hogy mezőváros lett, az nem is probléma, de legalább a földjeinken, hogy a termelők tudjanak dolgozni, gépet vásárolni. Hát úgy érezzük, hogy nagyobb mértékben kellene őket segíteni a végtermék eladásban, a gabona, egyebek, tudjuk a malommal a problémát. Tehát ezen egy ügybaj van, amit kezelni kellene. És hát úgy érzem, hogy ezt személyesen ez a 29 ember nem is tudná, de önökkel karöltve, a falvakban is, amikor a lakossági fórumon voltunk, ott mindenit megígértük, és önöknek is megígérem, hogy 24-én, ha sikerül a vezetést átvenni, akkor lakossági fórumokat sűrűben tartunk, és akinek bármi ötlete van, bármi problémája van, közösen meg kell oldani, és ne úgy legyen, mint most, hogy bármivel kapcsolatba bejövünk, hogy nem kapunk rá választ. Bizonyos szempontból most is történnek termelők felé visszanemtérítendő segélyek kiosztása,
de ez kalap alatt, fű alatt megy, és nem tudunk a nyomára kukkanni, az este voltunk Adorjánunk, faluba, és hát ott elmondta itt egy DMS-es az elnök, hogy hát igen, volt ilyen, de ti nem tudtatok róla, meg nem súgtak nektek, és akkor csodálkoztunk, hogy miért kell erről súgni, miért kell ezt elhívni, hát nem lehet szépen bejönni és megkérdezni az itteni falugazdásztól, hogy nézd, hogy van ez, meg tudjuk-e pályázni, és még azt sem mondom, hogy én nyerjek, vagy a másik, de arányosan legyen szép osztva, de majdnem úgy van, hogy mindig ugyanaz a 10-20 ember nyeri meg azt a pályázatot, ők gyarapodnak, a többi viszont nem. Nagyon nagy probléma, amit említettünk, a vagyonadó. A vagyonadó maximálban van, ez a község pont a maximumot vette. Hát miért nem vették a közepet, vagy miért nem vettek egy kicsit alacsonyabb szint, miért nem engedték le azt a százalékot. A termelők sajnos nagyon rossz körülmények között vannak, rossz körülmények között élnek. A másik az, hogy az elvett pénzösszege, hát meg kell nézni, hogy annak mi a sorsa. Tehát erről sem tudunk beszélni, nem tudjuk. Másik községek itt az előbb a Köce is említette, a naftarentát, a földrentát, a termálvizet, az egyéb, ami másik községeknek nincs. Na most a mezőgazdasággal kapcsolatban, ami Kanizsának jó figyelj voltak, azt tudjuk, hogy a Potiszi elszedte erőszakkal 200 eurói vadrákját, nem is lehetett vele vitatkozni, mert felső akarat, ilyen akarat, olyan akarat, aki nem írt alá, lefintetették a pénzét és végül a pénz elveszett. És végül a privatizációval ez a mi bőlünk elvett föld külföldi kezébe jutott, az önkormányzat azt mondta, hogy ne bántsuk, mivel hát 1200 munkás is dolgozott annó. Hát most ez oda jutott, hogy már csak 300 ennyi mennyi van, de ha még strófolnak rajta, úgy lehet, hogy 100-an vagy 150-en maradnak, és akkor visszakérdez az ember, hogy akkor most hova jutottunk. Tehát nekem úgy tűnik, hogy nagyon turizmus terén a falu felhetés. Tehát minden téren volna mit tenni, és nem tudunk cselekedni, nem tudunk lépni. Hallottunk olyan adatokat, hogy a napi reprezentáció 30 ezer dinár, a Dispatcher Kft. 80 ezer dinár, a napi költekezés 25 ezer euró, bocsánat. Tehát ezek akkora számok összeget, hogy szinte az ember nem is tudja, hogy hova tegye, de azt látjuk, hogy rossz irányba haladunk. És hát én már többször elmondtam egy viccet, hogy kettőség, amikor megy az autópályán, és az egyik megszólal, hogy baj van, mert lassan haladunk. Kisvártatva a másik megszólal, ez a jó, mert rossz irányba megyünk. A másik az a vádér bennünket, hogy szakemberek nem tudjuk talán majd vezetni a községet. Az előttem felszólalt kettő városelnök is, akik már vezették a várost is, nem is rosszul. Tehát a fő probléma, hogy például a mostani garnitúra az egy olyan bezárkózott lett, tehát azt is hallottuk, hogy a munkások létszáma megnövekedett, és ebben a bezárkózott kéreg, vagy úgy mondjam, nem lehet beférkőzni. Tehát ők maguk között beosszák, hogy akkor az én fiam, az én lányom, az én feleséget, és akkor ez nem is arról szól, hogy jó szakember ért hozzá, tudja, mit akar, meg akarja azt, amit akar, hanem csak egyszerűen megélhetési problémáját megoldottak, de a miénket az itt élőknek viszont leadja. Erre is van egy igaz történet, ez a két csiga az autópálya mellett áll, és azt mondja az egyik a másiknak, át kell jutnunk a másik oldalra. Másik csiga azt mondja, oda csak születni lehet. Én mindenkinek nagyon szépen megköszönöm az itt létet, megköszönjük a támogatást, és nagyon szépen megkérni mindenkit, hogy 24-én ne szégyeljék magukat. Első hónap, talán ötlit elteményi, azért lesz olyan is, amikor lesz egy kis szárazabb idő, vagy esernyővel, tessék eljönni szavazni, és amit hallottak már, a hármas. Nem azért a hármas, mert pont mi vagyunk a hármas, hanem ha végig hallgatják a
volt és beszédeket, hát akkor el kell dönteni, hogy mit akarunk. Akarjuk-e azt nagyon, mert épp én a vietnamit hallgattam is, hogy azt mondják, hogy hát nem tudunk változtatni, mert Beográdban sem nem változik semmi. Hát az Beográdban nem változik, az tény. De úgy érezzük, hogy mi ennek ellenére, tehát ez a sok pénz, amire befolyik, amiket itt hallunk, hogy milliók, milliárdok, hát ez rettenetes. Tehát ebben valamit tudnánk kezdeni. Az viszont, hogy mi civil szervezet vagyunk, annak az is egy nagy előnye, hogy nem kell elszámolnunk se Szabadka felé, se Belgrád felé, hanem csak önöknek. És hogyha ez így van, hogy csak önöknek kell elszámolni, akkor abban is nyugodtak legyenek, hogy ez a pénz jó kezekbe lesz, tehát az önök kezébe, és az önökkel együtt úgy tudjuk a gazdaságot, mert azt azért először föl kell illeszteni. Most, amilyen állapotban van, tehát tudjuk, hogy nincs munkalehetőség, nincs munkahely, akkor nincs befizetés, tehát ez egy nagyon örökbeli kör, és hát reméljük, hogy ez valahogy alakulni fog, nagyon nehéz lesz. Van egy latin mondás, hogy hic rodus, hic salta. Tehát ez egy olyan hazudozós fiatalember volt, aki mindig mondta, hogy ó, én ugrok olyan nagyokat. És egyszer, amikor odaért a rodusnak, azt mondták, na rodus, most ugorj, mutasd meg, hogy mit tudsz. Tehát én önöknek azt mondom, hogy a háromast karikázzák be, és tegyenek minket az ugrás elé, hogy na most akkor ti ezt mondtátok, hogy meg tudjátok csinálni, nézzük, hogy meg tudjátok-e. És hogyha nem tudjuk megcsinálni, akkor gondolom, hogy szégyenébe ide többet senki nem mer jönni, de viszont megcsináljuk, akkor azt elég is megköszönöm. Összefogtunk. Ezért lett a listának is a neve, a községi összefogtunk. Most pedig megkérjük szépen a listánk egyik legillusztrusabb személyét, azt az embert, akinek a KKT-n a fölszólalásaitól a legjobban rettegnek, Tandai Lászlót, hogy jöjjön és tartsa meg a kampányzáró beszédét. Kedves polgárok, kedves dolgozóim, kedves emberek! Tandai László vagyok, vállalkozó, álmodozó, célokat megvalósító. Remélem, szavaigatja ember. Ellenzéki képviselő négy éjjel itt a Magyar Környezeti Önkormányzatban. Álmodozó azért, mert itt képzeltem a jövőmet 30 évvel ezelőtt úgy gyermekeimmel, mint önökkel együtt. Harcolok magyarságunk hitvonadásáért szülőföldünkön. Munkahelyet teremtettem, meg tudok ezután is. Hiszek még a szebb jövőnkben, lehet, hogy nem tartanak normálisnak, de így van. Ehhez azonban önökre is szükség van. Dárdai Pál szövetségi kapitány azt mondta, lehet, hogy nem tartanak, ja, így jövő. Szokulás! Dárdai Pál szövetségi kapitány azt mondta, az utolsó csát érünk, küzdeni fogunk a maradásunkért. Azonban ezt a jövőt nem csak a nyugdíjasokkal képzelem el. Reméljük, fiatalok egyszer vissza fognak jönni ide. Ehhez azonban meg kell teremteni nekik a feltételeket. Ezt teljes összefogással, magyar irítségtől mentesen tudjuk megvalósítani. Erre egyetlen opció az Ukrok Magyar Környezeti Összefogás Tandai Civil pártfüggetlen szervezet. Az elmúlt 8 év nem hozott változást. Mindenki tudja, fotelokat foggal körömmel védték az állítólagos szakemberek. Rejtett munkahelyekkel tele van ez az épület, ez a szellemkastély, ahol most vagyunk. 500 millió közpénz szivárog ki, fizetések jön át innen, évente. A másik 500 millió meg éves beruházásokban, amiből a munkahelyeket kellene teremtenünk. Ígérjük, a diszmunkahelyeket meg fogjuk szüntetni. A vagyon és a földadót meg fogjuk felelni. Posztokra szakembereket állítunk, a közbiztonságot fenntartjuk, a vállalkozókat és a mezőgazdaságot támogatjuk. Szociális békét fenntartjuk, és a legfontosabb,
a polgárokat fogjuk szolgálni. Tudom, ígéretekkel tele van a múlt időjük. Azonban ne legyek Tarnóri László, ha nem tudom letartani, amit mondok. Utoljára még próbáljon meg hinni valakiben, és menjenek kiszavazni, nem más döntse el maguk helyett, hogy ki legyen itt, és kivel tudunk együtt élni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm, hogy szólnak a szomszédoknak, ismerősöknek, és minden barátjuknak, hogy 21-én menjenek ki. Köszönöm feleségemnek, hogy a két hónapi kampányba nem látott. És megvár. És azért valaszolunk, hogy mindenkinek jó legyen. És élje magyarokon is a úgy, mint valaha fénykorában. Köszönöm. Meg kell teremteni a lehetőséget mindenkinek, hogy boldoguljon. Olyan gazdálkodás és olyan emberbarát légkört kell megteremteni, ahol mindenki tud boldogulni. Mi fogjuk megteremteni ezt a légkört? Az ukrok, községi összefogás, tandarista emberi fogják megteremteni ezt a légkört. Most pedig megkérem szépen Francsik Józsefet, hogy tartsa meg kampányzáró beszédét. Jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon örülök, hogy hát tényleg megtelt ez a terem. És úgy gondolom, hogy hát ez egyben egy bátorságra is van az önök részéről, hogy eljöttek meghallgatni bennünket, meg sajnos Magyar Kanizsán nem annyira egyszerű egy ellenzéki csoportnak a véleményét meghallgatni, nem annyira egyszerű egy nem VMS-es kampányülésen részt venni. Minket azzal vádolnak, hogy magyar ellenesek vagyunk. Én úgy gondolom, hogy hát lehet magyar az is, akinek más a véleménye, illetve aki nem VMS-es. Nem mindenki így gondolja. Azzal is vádolnak bennünket, hogy mi csak itt ugrálunk, miközben ők azért nagyon jól tudják, hogy bárt nélkül és községet vezetni nem lehet. Én erre azt mondom, volt nekik 25 évük. Bebizonyították, hogy hát mire képesek. A 25 év alatt, a pártvezetőség alatt tönkretették az ipart, végrehajtották a nagy privatizációkat, és akkor az előttem felszólaló Búza Attilának például fogalma sincs arról, amire mi idősebbek még emlékszünk, hogy volt ebben a községben erősipar, volt metál, volt elita, volt malom, volt üvegház és sok minden, ami ma nincs. A pártok erre nagyon képesek, hogy tönkre tegyenek mindent. Én azt sem vitatom, hogy hát egy országos vezetés elképzelhetetlen pártok nélkül, mert sajnos a mai demokrácia az így működik. Tönkretették az ipart, a gyárakat, tönkretették a mezőgazdaságot, tönkretették a paraszt embereket, lehetővé tették a csalóknak, lopóknak, hazudóknak, hogy hát Sógor Koma jó barát alapján kiprivatizáljanak mindent, saját és csak is saját boldogulásuk érdekében. Ennek az lett az eredménye, hogy Szerbiában, ebben a pöttömnyi országban vannak 80 ezer hektáros parasztgazdák, nem sok, de hát a kekkor országban nem is lehet nem sok 80 ezer hektáros, és van több mint 400 ezer olyan parasztgazdaság, aki képtelen megélni a saját gazdaságán. Én nekem, mint vajdasági magyar embernek, kispiaci magyar parasztnak
nagyon nem tetszik az, hogy hát a vajdasági magyarság érdekeit képviselőknek kikiáltja magát, és utána oda csapódik egy jelenleg hatalmi párthoz, a haladó párthoz, egy olyan párthoz, aki azért volt egy olyan időszak, mi idősebbek még emlékszünk rá, akik egyáltalán nem szimpatizáltak velünk magyarokkal, sőt, egy szendvics is majdnem lett. Nem baj az, ha tényleg a vajdasági magyarság érdekeit akarja képviselni, lehet, hogy úgy a legegyszerű, hogyha a hatalomhoz csatlakozik. Csak ha én lettem volna Pásztor úr helyébe, akkor azt mondtam volna, hogy Hácó, figyeljetek, veled leszek. Nem kérek semmi extrát, de a szerb alkotmányban leírt vajdaságnak járó 7%-ot, azt igenis kérem. És ha ezt megkaptuk volna, akkor lehet, hogy hát más cipőbe járnánk. Lehet, hogy az Hácó azt mondta volna, hogy hát figyelj, Isten, erre nincs lehetőség. De akkor egyezünk ki 5%-ba, ne a 3-ba, amit így is alig-alig kapunk. Én önöket arra kérem, hogy hát 24-én menjenek ki, vigyék magukkal családjukat, szomszédjukat, szomszédasszonyt, komár-komasszonyt, válasszanak, ne szavazzanak, válasszanak. Mert az elmúlt jó néhány választás alkalmával csak szavazás volt, és mindig azok döntötték el az eredményt, akik otthon maradtak. Mert a jó pártkatonák, azok, akiknek megfelel ez a rezsim, ez a kizsákmányoló rezsim, azok ki fognak menni szavazni, és ők tudják, hogy kire szavaznak, hát azokra, akik megteremtették nekik a díszmunkahelyeket, akik lehetővé tették nekik, hogy hát ilyen-olyan pályázatokon csak a megfelelő emberek nyerjenek, ők kimennek, és ők be tudják melyiket bekarikázni, azokat, ahol tovább is ingyen lehet élni. Az ukrok, község összefogás tandori listája és a listán levők fölvállaltuk azt, hogy hát az itt jelenlevők, de sokkal többen vagyunk, azoknak az érdekeit is képviseljük, hogy azoknak az igazáért is szót emeljünk, és azt szeretnénk, hogyha tudom, hogy nem lehetséges ezt egyik napról a másikra, de legalább abból a cürikolásból, ami itt a 25 év alatt mi történt, elinduljunk már egyszer előre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Azt szeretném, ha tényleg kimennének, választanának. Én még csak azt sem mondom, mint amit az előttem felszólalok, hogy a hármas karikázzák. Menjenek ki, és karikázzanak a lelkiismeretük szerint. Köszönöm szépen. Elégedett a vezetéssel, az a mostani fogja választani, én, aki nem vagyok vele elégedett, én, aki 4 évvel ezelőtt nem voltam vele elégedett, és én, aki 8 évvel ezelőtt sem voltam vele elégedett, én a 3-as fogok karikázni. Elérkeztünk kampányunk záró és utolsó felszólalójához. Kérem szépen Tandori Zoltán, polgármester jelöltünket, hogy röviden zárja le a rendezvényt. Dönteniük kell, hogy a cenzúra
szavaznak, vagy pedig a szabad vélemény nyilvánítása. Dönteniük kell, hogy a korrupcióra szavaznak, vagy önök is úgy gondolják, mint mi, hogy az község összes polgára egyenjogú. Dönteniük kell, hogy a fiataljainkat továbbra is elöltözzék a községünkből, vagy esetleg a támogatásunk által megpróbáljuk itt tartani azokat. Dönteniük kell, hogy az önök pénzét egy pár diktatúra eltékozolják hülyeségekre, vagy pedig úgy használjuk fel azokat, ahogy azt a polgárok érdekei megkívánják. Dönteniük kell, hogy a régi elavult eszmékre szavaznak, vagy fiatalos, kreatív, új ötletekre, amelyre most a községünkben a legnagyobb szükség van. És számtalan dologról kell még dönteniük április 24-én az önkormányzati választásokon. A pártok hazudnak. A pártok sohasem tartják be az ígéreteiket. A polgárokat csak bábúként használják és rángatják, és kizsákmányolják. Ezt a hagyományt mi szeretnénk megszüntetni. Mi nem azért állunk itt önök előtt, és nem azért indulunk az önkormányzati választásokon, mert nekünk fotelokra van szükségünk, vagy azért, mert megélhetési politikusok szeretnénk lenni. Az egyetlen cél, amiért belevágtunk a politikába, hogy a gyermekeinket itt tudjuk tartani, és a községünket önökkel együtt közösen fel tudjuk újra virágoztatni. Április 24-én minden polgárra szükség van, minden szavazó polgár támogatására szükség van, hogy elérjük a célunkat, és ígérjük, hogy azután egy új időszámítás kezdődik a községünkben, és önök is azután számíthatnak mi ránk. A biztos, a hármas, és itt a pont. De szeretnék még valamit elmondani, illetve figyelmeztetni önöket. Április 24-én, amikor kimennek a szavazóhelyekre, az urnák elé, mindenki vigyen magával egy ceruzát. Tudják-e miért? Egy ceruzát, tollat. Tollat. Azért, mert a szavazóhelyeken az ottani tollak egy madzagra lesznek kötve, és az a madzag olyan rövid lesz, hogy csak az egyes kettesig fog elérni. De hogyha előveszik a saját tollukat, akkor nyugodt szívvel be tudják karikázni a hármas számot, és akkor a maradt színű lapot. Biztosak lehetnek benne, hogy ez lesz a legjobb döntés, és nem világ szavaztak, hanem a saját jövőjükre és életükre. Nagyon szépen köszönöm. Hölgyeim és uraim, kérem szépen, hogy a listánkon szereplő emberek keljenek fel és fáradjanak előre.
közösen büszkék vagyunk arra, hogy kiállunk amellett, hogy elégedetlenek vagyunk, és közösen fogjuk vezetni ezt a községet. Kérem szépen, hogy ne álljanak a monitor és a vetítővászon elé, mert a kedves nézőközönség nem fogja látni önöket. Még egy kicsit elő. Laci! Borzasztó, micsoda ez a szalonnás! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Tandari Zoltánnak, polgármester jelöltünknek. Köszönöm szépen Molnár Melittának. Köszönöm szépen Tácsi Bévának. Köszönöm Bacskói Istvánnak. Köszönöm szépen Nenáda Editnek, köszönöm szépen Vajda Ernőnek, köszönöm szépen saját magamnak Dobó Róbertnek, köszönöm szépen Vada Vilmosnak, köszönöm szépen Bontovics Istvánnak, köszönöm szépen Ilic Lagyanának, köszönöm szépen Sarga Ibolyának, köszönöm szépen Davcsi Imrének, köszönöm szépen Szávert Hojszlávnak, köszönöm szépen Viszák Tibornak, köszönöm szépen Pósa Anasztáziának, köszönöm Gyulai Özvegy Andreának, köszönöm Rekecki Robertnek, köszönöm Buza Attilának, köszönöm Bicskei Dávidnak, köszönöm Cérna Ágnesnek, köszönöm Krekuska Robertnek, köszönöm Lepár Jelőnek, köszönöm Kovács Imrének, köszönöm György Rolandnak, köszönöm Nagy Évának, köszönöm Körmöci Károlynak, köszönöm Széchenyi Zsuzsannának, köszönöm Tandari Lászlónak, köszönöm Francsik Józsefnek, és önöknek külön köszönöm szépen a figyelmet, ezzel kampányzáró rendezvényünknek ezáltal megkívánok. Karikázzák a palac színű lapon a hármasot.